úgy kezdtek, hogy a az a bizonyos mindenki más számára elzárt mag, ami az emberi
és legalapvető tényeket. Van jó szabályozás egyenlősége, normák a hozzáférés biztosítására, tervek szakadásra, önmagában mint kérdés. Roppant előfeszítések ellen elég apró sikerek vezetnek a minden megillető jó biztosításához. Ezért kitűnő lehetőség és vagy megoldás az együttműködés állítása, ezért a hibák, a jó gyakorlatok, de a kritika megjelentése. Az a bizonyos védelem ezúttal két önálló és független entitás formájában, mi az, amit van hivatva, EOSZ formájában. Ma eltérő értelmezési tartományban dolgozunk, de mindannyian azért a bizonyos méretú életért. Az ahhoz ma a sajátos, a jogvédelemben, az alapjogvédelemben jelentős fórum, míg a MEOSZ-on rendkívül magas színvonalú szakmai fórum, szakmai szervezet, civil szervezet, amelynek munkája nélkül a jogvédő is csak a sötétben tapogatózhat. A kettő együttesében érhető el az a szakmai tartalom, ami itt és most elsősorban a politikus ember számára, de valamennyi számára segítséget jelenthet. Hölgyeim és uraim, megtiszteltetés, hogy ezt a rendezvényt itt köszönhetem, megtiszteltetés, hogy az Ombudsman hivatalt választott a rendezvénynek. Székely László, az alapvető jogok biztosa nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket itt. Szeretném, hogyha ez a mai találkozó azzal a tisztasággal, azzal a sok kérdéssel, és azokkal a válaszokkal zárulhatnak, amit reméljünk is tőle, és amelyet az a rendkívül kiadvány tartalmaz. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, és most meg szeretném kérni a mozgáskorlátozottak egyesületeinek országos szövetsége elnökét, Kovács Ágnes, hogy ő is nyissa meg ezt a volt eseményt. Köszönöm. Köszöntöm Önöket a Mozgáskorlátozottak Egyesületének, Országos Szövetségének elnökségének nevében. Amikor a szövetségünk jelenlegi elnöksége folytatta az elődei munkáját, akkor mi, amikor új alakult az új elnökség, leültünk, és meghatároztuk saját magunk számára, hogy milyen feladatokat szeretnénk a következő időszakban elvégezni, azért, hogy méltán tudjuk a szövetségünket és annak tagságát képviselni, és azt a megkezdett 36 éves munkát folytatni, amelyen elődeink végeztek. A szövetségünk elnöksége, amit visszatekint a szövetség elmúlt 36 évére, akkor láthatjuk, hogy három nagy területre mondhatjuk a szövetségünk múltját. Az első jelentős időszak arról szólt, hogy a mozgássérült emberekből az egész országban közösséget kellett, hogy alakítsunk, létrejöttek a tagszervezeteink, és a tagszervezeteink létrehozták a szövetséget, mint a mozgássérült emberek gyermekvédelmi szövetségét. Aztán ez a közösség felmérte a saját problémáit minden területen, elkezdte ezeket a problémaköröket feldolgozni és megoldásokat találni a mozgássérült emberek problémáira. Az elmúlt 36 évben Magyarország nagyon sokat gazdagodott a fogyatékosügyben, főleg ha a jogszabályokat tekintjük. Én azt gondolom, hogy az egyik ilyen úttörő jogszabály volt annak idején, 93-ban a közoktatásról szóló törvény, amely először írta le, hogy biztosítani kell már egy gyermek esetében is a személyi és tárgyi feltételeket, és meg kell teremteni az integrált oktatás lehetőségét. És utána ezek a jogszabályok gazdagodtak, sokasodtak, és még kettőt emelnék ki, ugye a 98 évben megalkotott, mi csak úgy hívjuk, hogy esélyegyenlőségi törvény, amely jövőre 20 éves lesz, és az az ENSZ egyezmény, amelyet Magyarország másodikként ratifikált 10 évvel ezelőtt, tovább segítette a fogyatékosügyi szakpolitikai helyzet javulását, a fogyatékos emberek helyzetének javulását. Gazdagok vagyunk jogszabályokban. A szövetségünk arra volt kíváncsi, hogy ezek a jogszabályok mennyire hasznosulnak ma a magyar mozgássérült emberek mindennapjaiban. Mert ez a lényeg. Nem az, hogy letudjuk, hanem hogy megvalósítsuk ezeket a célokat.
A szövetségünk elnöksége a következő időszakban szeretné minden területen felmérni a mozgássérült emberek tapasztalatait, és ez a munkacsoport volt az első, amelyet megalakítottunk, és ez az első olyan anyag, amely a mozgássérült emberek saját tapasztalatai alapján készült, és a MEOSZ jövőjében az érdekvédelmi munka alapján fogja jelenteni. Ezek a tanulmányok, amelyek most sorba fognak készülni, most készül már a közlekedési területén a tanulmányunk, lassan megalakul a rehabilitáció és a gyógyászati segédeszköz területén a munkacsoportunk. A MEOSZ elkötelezett, hogy a munkacsoportjaik által készült szakmai anyagokat az érdekvédelmi munkája során a mindennapok gyakorlatává tegye. Ez nem megy. Az állam, a kormány és a szakemberek és az érintettek nélkül ezt nekünk közösen kell elérni, és a MEOSZ ebben elkötelezett, és ez a nap erről szól, hogy ma akkor a munkacsoport bemutassa ennek a munkának az eredményeit. Köszönöm, hogy eljöttek, és hogy itt vannak velünk, és remélem, hogy a jövőben ugyanilyen elkötelezettel fogunk tudni tenni közösen a magyar mozgássérült emberek érdekében. Köszönöm. Most érkeztünk el a programban oda, hogy magát ezt a kiadványt bemutatjuk, még pedig azok fogják bemutatni, akik készítették ezt a kiadványt. Első körben meg szeretnék kérni mindenkit, aki a munkacsoportban részt, hogy mondjatok egy pár szót magatokról, hogy ne úgy üljünk itt, mint akik ismeretlenek a résztvevők számára. Ami elkezdtem. János vagyok. Én ugyan hoztam egy pár képet is, és ott szerintem van a bemutatkozni, mert szerintem az jó lesz, de ahagyjuk, mert nem tudom, hogy látszakban kerül a sor. 58 éves vagyok, de nem érzem magam annyinak, 20-as éve felkészülőben, és tök jó lenni. Mozgássérült ember számára semmilyen lehetőség nem volt, se tanulni, se dolgozni.
Itt nyílt ki Budapesten az élet előttem, így tudtam dolgozni, tanulni, és jelenleg is révészkedem szolgálatos orvosi rehabilitációs intézetében, és osztási tanácsára is kérdezem. Köszönöm. Én is a munkacsoportnak a tagja voltam, jelenleg egyetemi kutatóként dolgozom. És akkor rátérnénk a magára a kiadványra. Miért is jött létre ez a kiadvány? Miért gondoltuk, hogy szükség van arra, hogy a mozgáskorlátozott személyek önrendelkező életét vizsgáljuk? És azt látjuk, hogy 10 évvel ezelőtt nagyon fontos esemény történt. Magyarország ratifikálta azt az ENSZ egyezményt, amit említettem már a megnyitóban. Tehát a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény. És arra voltunk kíváncsiak, hogy 10 év után vajon az akadálymentessége, az önrendelkező élettel hogyan áll Magyarország, hogyan állnak azok a személyek, akik ezt igénybe szerették lenni. De azt láttuk, hogy az önrendelkező élet szempontjából nem is csak az a fontos, hogy fizikailag akadálymentes-e a körülöttünk lévő környezet, ez egy nagyon fontos aspektus. De azt is ide tartozónak véljük, hogy maguk az érintett személyek mennyire választhatják meg másokkal azonos alapon, hogy hol kívánnak lakni, hogy kivel szeretnének együtt lakni. Azt is látjuk, hogy megnéztük a KSH, a Központi Statisztikai Hivatal 2011-es népszámlálási adatait, és azt láttuk, hogy 2011-ben több mint 12.500 mozgáskorlátozott személy élt intézményi lakhatási formában. És megdöbbentünk. Ez egy nagyon nagy szám. Több mint 12.500 mozgáskorlátozott személy, ez egy nagy szám. Aztán tudjuk azt, hogy az emberi jogok egyetemesek, oszthatatlanok, kölcsönösen függésben vannak egymással. Miért fontos ez? Ha nincs akadálymentes közlekedési lehetőség, akkor az érintett mozgáskorlátozott személy nem fog eljutni a munkahelyére, tehát nem fog tudni dolgozni. Nem fog eljutni az oktatási intézménybe, ezáltal még kevésbé lesz lehetőség, hogy a munkaerőpiacon elhelyezkedjen, de nem fog például eljutni távolabbi egészségügyi intézménybe sem, tehát az egészségügyi állapota is folyamatosan romlani fog. Ezek mind alapvető emberi jogokról szólnak, azt láttuk, hogy ez egy fontos téma, meg kell vizsgálni. És elkészült a tanulmányunk. Gondolkodtuk, hogy milyen célokat fogalmazunk meg a tanulmányban, miért fontos, hogy egy ilyen tanulmány létrejöjjön 10 évvel az ENSZ egyezmény ratifikációja után, elfogadása után. Azt látom, hogy elsősorban fontos, hogy leírjuk, mit gondol a MEOSZ, mit gondolnak a mozgáskorlátozott személyek ennek az ENSZ egyezménynek a 19. cikkéről, amely az önálló életvitelről szól. Mi ennek a cikknek a jogi tartalma? Amikor elkezdtük a munkát, akkor az ENSZ-nek, a Fogyatékos Személyek Jogairól szóló bizottsága még nem kezdte meg a munkáját, és nagyon örülünk, hogy nagyjából egy időben lett publikus az általános kommentárja az ENSZ bizottságnak és ez a kiadvány, és első olvasatra úgy látjuk, hogy teljes összhang van a két dokumentum között. Fontos célként állapítottuk meg, hogy hallhatóvá kell tenni az érintett személyek hangját és az önrendelkező életet érintő megélt tapasztalataikat. Fontos, hogy az a tapasztalat, amit az itt ülők megéltek az életükben, az ismerté váljon a döntéshozók számára. Célként fogalmaztuk meg azt is, hogy ajánlásokat fogalmazunk meg a döntéshozók számára, de a szakma képviselői számára is, sőt, saját magunk és más érdekvédelmi szervezetek számára is. És mindemellett a negyedik célunk az volt, hogy konkrét változásokat generáljunk ezzel a kiadványjal, és hogy előmozdítsuk a mozgáskorlátozott személyek önálló életvitelét. Ennek érdekében létrehoztuk ezt a munkacsoportot, és figyeltünk arra, hogy ha ránk néztek, akkor azt fogjátok látni, hogy vannak itt talán kicsit fiatalabbak, idősebbek, férfiak, nők. Amit nem fogtok látni, az, hogy vannak budapestiek és nem budapestiek. Aztán nem fogjátok azt, talán a bemutatkozó sorokból kiderült, hogy van, aki családban él, van, aki nem. Tehát más különböző családi háttérből is jövünk.
A lakóhelyünket kiasználni, hogy van, aki vidék, van, aki nem vidék. Tehát sok mindenre próbáltunk figyelni. És megpróbáltuk úgy összeállítani ezt a munkacsoportot, hogy nagyon különböző személyekből álljon össze, amellett, hogy a mozgáskorlátozottság összekötött minket. Így alakult meg ez a munkacsoport, találkoztunk jó néhány alkalommal, és beszélgettünk arról, hogy mit élünk meg. Összevetettük azzal, amit az ENSZ egyezmény előír, és ennek a munkának az eredménye ez a kis füzet. Én meg szeretném kérni a Györgyit, hogy mondj egy pár dolgot, amit te megérsz a te tapasztalatokról. Én munkában szoktam tömegközlekedni, ami ugye számomra nagyon-nagyon kalandos. Mi ugye tudjuk mindannyian, hogy néhány évvel ezelőtt Budapesten alacsony partós autóbuszokat helyeztek forgalomba, ez az összes kerekesszékes mozgássérült számára óriási nagy öröm volt. De sajnos a nagy nagy örömbe bizony nagyon gyakran üröm is vegyült, és sok szomorúság bánnak azokban a helyzetekben, amikor elektromos kerekesszékes embereket, munkát elközlekedő utasokat, bizonyos sofőrök nem tettek fel a buszra. Az ember először kicsit türelmes, de én időnként igyekszem harcosan azon lenni, és egy alkalommal nem nyugodtam bele abba, hogy nem vitt el a busz a keleti pályaudvarnál, hanem megfogtam a busznak az első lökhárítóját, és azt mondtam, hogy addig, amíg a rendőrség nem érkezik ki, addig én nem fogom elengedni a buszt, hiszen állampolgári jogom az, hogy az akadálymentes tömegközlekedési eszközöket használhassam. Most ennek a sztorinak az lett a vége, hogy a buszsofőr úgy tűnt, hogy nálam sokkal rafináltabb volt, mert rögtön kapcsolt és szépen kitoltott. Ezt a veszélyhelyzetet én fölmértem egy pillanat alatt, és ha nem engedem akkor a lökhárító, akkor bizony ő lerántott volna engem a buszról, és azt viszont nem szerettem volna, hogy a kórházba kössek ki. Ezután a médiát is, nem csak ő, nagyon sokat hasonló helyzetben megkerestünk, és bizony sok-sok társammal szóban konstatáltuk, hogy itt van egy lehetőség, és mégsem örülhetek neki kellőképpen. És akkor most még csak Budapestről beszélek. Ugye sokan élnek vidéken kerekesszékesek, és az ő számukra még annyira sem nincs lehetőség akadálymentes járni a kikénybe vételére. És ez tulajdonképpen minket valahol nagyon elszomorít. Az egészségügyről annyit szeretnék mondani, hogy életem folyamán többször is egészségügyi intézményben kellett mennem. Ugye hát két gyermekem van, a terhesség alatt is, speciális szülővizsgálatok, szakorvosi rendelők, és sajnos azt kellett megállapítani, hogy ma Magyarországon az egészségügyi ellátórendszer nem felel meg teljes mértékben a mozgásos emberek igényeinek. És hát nagyon-nagyon fájdalmas az is számomra, hogy nem tudunk részt venni olyan ingyenes szülővizsgálatokból, ami hát ugye a más embereknek, az én embertársainknak megadatik. Rákényszerülünk arra, hogy magánklinikákon igen magas összegekért, pénzért végeztessük el ezeket a szülővizsgálatokat. Pedig nagyon egyszerű volna az egészségünknek is, például a kórházakba állítható magasság asztalok lennének, ha a mammográfiás gépeket úgy alakították volna ki, hogy kerekesszékkel alá lehessen gúrni. Ez sajnos szomorú saját példámat tapasztaltam, hogy volt egy feleme a mammográfiás gépnek, és azt mondta ott az asszisztens, hogy nem baj, menjünk át ahhoz a régihez, ami már 25 éve ott van. És akkor én úgy gondoltam, hogy nekem miért nem lehet jogom az, hogy a morál eszközzel vizsgáljanak meg, és miért a régivel. Aztán például az is nagyon-nagyon nagy probléma, hogy ha a mentővel szállítják a kerekesszékes beteget, nem viszik el vele a kerekesszékét. Így abszolút felszűnik az a fajta mobilitás, amit mi nem tudunk létezni. Mert gondoljanak csak bele abba, hogy nem tudunk menni sehova, de megérkezünk akár az egészségügyi intézménybe, akár a saját lakásunkba, hova leülünk a buszra.
küszöbre is várjuk, hogy majd akkor lesz valami. Tehát ez is mi hamarabbi megoldásra vár, tehát ezt a problémát el kellene oldani. De például az sem megoldott, és ez is saját tapasztalat, hogyha saját gépkocsival érkezek egy kórház területére, akkor csak arra az időre engednek be, mondja a kórtás nekem, hogy amíg a kerekesszékes kiszállt. Tehát én vagyok a sofőr, és én vagyok a kerekesszékes. És az utasommal azt mondjuk csak a kísérőm, és mondjuk neki nincs is jogosítványa. Vagy hol van az egyáltalán törvényben megírva, hogy nekem muszáj kísérőben mennem egy egészségügyi vizsgálatra, holott önálló, rendelkező életet tudnék élni, ha az akadálymentesség abszolút biztosítva lenne számomra. És hát sajnos az is még elég nagy hiányosság, hogy maguk az egészségügyben dolgozók sem kezelik egyenlő módon a mozgásokkal korlátozottat, nem szívesen fogadnak, problémásnak hisznek minket, és azt hiszik, hogy plusz munkát jelentünk a számukra, ami néha lehet, hogy igaz, tehát ez van. Nekünk az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk az egészségügyi ellátórendszerbe dolgozóknak, és hogy velünk együtt közösen közreműködve próbáljuk azokat a dolgokat elérni, azokat az akadálymentesítéseket ott megvalósítani, ami mindenki számára használható. És kérem. Köszönöm. És most átadom a szót Janinak, és közben megkeresem a prezentációt, mert neki van. A másik képen szintén én vagyok látható a fordulatjának megfelelően délzoknyiba magas szárú cipőben, és hát már akkor a gyakorlatot próbálnak követni a svájci sapkában. 25 éve az, hogy kerekesszékbe kerültem. Mire kerekesszékbe kerültem, addigra én már család és családos ember voltam, két fiam volt, tehát valamit meg kellett próbálni kezdeni az életemben tovább. Én másképp ragadnám meg nem a problémákat, hanem nem pedig a problémákat, hanem az, hogy mi kellene, hogy jól működjön a rendszerben. Tehát én azt gondolom, a rehabilitációs rendszerben a korrekt tájékoztatás az állapottól, ez már ugye az akut szakaszban jó lenne, hogyha megfelelően működne, és ebből adódóan a lehetőség választása, hogy az ember merre folytassa a kapott osztályról a továbblétét, majd mikor egy rehabilitációs intézetbe kerül egy megváltozott élethelyzetből, akkor mi az elvárás az intézmény részéről, mi az a minimum, amit el kell érni, és milyen intézetbe ehhez. Aztán a kommunikáció, a rehabilitáció alkalmával mindenképpen a hozzátartozókkal együtt, lakásról, hiszen egy olyan lakásban kell élni a következő időszakot, amely a súlyosan fogyatékos ember számára is használható, természetesen szóba jön a foglalkoztatás, az átképzés, tanulás és az élet egyéb területei. És természetesen kell a motiváció. Motiváció lehet a sport, barátság, persze sok képet lehetett volna még ide rakni ez a dologhoz. Kellenek hozzá támogató technológiák, itt csak néhány dolog jelenik meg, de nagyon sok minden kell a dolgokhoz, tehát a megfelelő segédeszközök, a sportolás lehetősége, egy megfelelő kialakított lakás, sport és sok minden még, mert hogy a valóság néha más, ez egy rehabilitációs szaküzletbe eltartozhat. De sajnos nem hoztam közelebb a képet, de tehát, hogy mivel nézzük szembe. És persze másoknál is megjelennek ezek a dolgok, hogy az oktatásban szükség van egy akadálymentes lakáshoz, hogy az oktatásban részt tudjon benne az ember, kell egy külső környezet, amely akadálymentesen használható számukra, vagy saját gépjármű, vagy akadálymentes tömegközlekedés, akadálymentes oktatási intézmény, ahol fogadják a közösségvédékes embert, és természetesen nem utolsó sorban befogadó munkahelyben az embernek munkából kell megélni. És aztán mindezek után jön a szórakozás, a sport, és egyéb dolog, ami még benne van a mindennapi életben. De nem szabad elfelejteni, hogy ehhez mindenképpen munkára van szükség. Tehát mindenkinek munkára van szüksége, a fogyatékossággal élő embernek is, és egyébként is. Hát próbáltam magamra a szigetén, a hangokat pakolni, átkapok érte valamit, de egységig elhúzottam. És meg szeretném köszönni a figyelmet mindenki számára, akik itt vannak, és boldog életet szeretnénk kívánni mindenkinek úgy,
hogy a nem egész két hónapos Braun Olivia unokám, a búcsúzok. Köszönöm. És akkor most a következő téma, amihez érkeztünk, az a lakhatás, ami az egyik legkritikusabb kérdés, és ami központi témája volt ennek a munkacsoportnak történő vizsgálódásnak. Ezt ketten is fogják mutatni a munkacsoportból, és először az első szeretném megkérni, hogy mesélj te erre a tapasztalatot. Több mint 30 éve jelen a Marcinányi tér intézet keretei között. Ez idő alatt volt részem a változásokat megismerni. Leginkább most a kényelmi szempontot emelném ki, és a technikai. Kezdetben a szobában 4 vannak voltunk, és ez elég kemény volt arra az időszakra, főleg amikor tanultam, amikor magam fejleszteni szerettem volna, amikor a szobában ugye a 3 vagy 4-5 társamnak a látogatói ott voltak, illetve a személyi segítők is, és ott volt a szoba. Eléggé zűrös volt a magásztérát kialakítani, ez egy nagy kompromisszumok árán sikerült, illetve hát a késő éjszakában tanulási lehetőség is. Ma már tartósan elhelyezettek, még többnyire egyenlő szobában vagyunk, ami nagyon jó, de még ez is ad azért okot arra, hogy egymáshoz igencsak alkalmazkodjunk, igencsak odafigyeljünk a másikra, a személyi segítés miatt főleg. Kompromisszumok nélkül nem működik tovább se. Kényelmi szempontot említettem, ugye, egyenlő szobák kialakításával, de azért még akad hiányosság, ugyanis még csak sincs a szobákban, és nem beszélve arról, hogy nagyon jó lenne, a mai világban már egy fürdőszoba lehetőség is. Ugye tartósan elhelyezettek, mi egyenlő szobában vagyunk, az ideiglenesen ott lévő emberkék még társaim még 3-4 ágyas szobában vannak. Ez azért elég nehéz nekik, akik szintén ilyen tanulási lehetőség előtt vannak. Az intézmény felépítése mindenképpen ugye úgy természetesnek, meg úgy is működik, hogy mindent elintéznek a lapok, a szociális munkások, az ügyintézést, az egészségügyen intézi, hogy orvos az időpontban szállítják őket. A kultúra felelős megszervezi a színházban elést, úszás, hát az egyéb szórakozási lehetőségeket is. Ami természetes, hiszen így van felépítve. De ezzel nem önállósodik az lakó. Nagyon sokan súlyosan sérült az intézetünkben, ugye egyre több a nagyon súlyos sok baleset. Nem is tudnak máshova menni, mint a merekbe, mert más lehetőség nem nagyon van számukra sem. Hát elfekvő vagy idősek otthona, de igazából többnyire látjuk neki a nagyon súlyos sérültek is. Az Origo is, már mint a Macibányi téri intézetben, és vele született sérültek, illetve valamilyen betegségből maradandó károsodást ért társaink. Viszont a személyi segítők létszáma nem rányos, hogy ellátottak létszámával. Nagyon kevés is, ezzel nagyon küzdünk. Ja, az intézményben ezek a szolgálati egységek működése is színvonala minősége függ az állam által finanszírozott pénztől, illetve a vezetőségtől is. Az intézetben önrendelkező életet élni igazából részben lehet, mivel mások segítségére vagyok szólva. Próbáltam önkormányzati lakást is, de sajnos ez sem jött össze, mert nem volt akadálymentes lakás. Egy jó barátom segített ebben, sehogy nem ő építészmérnök, próbálkoztunk, hogy esetleg valami átalakításra, de nem lehetett egyszerűen átalakítani egyiket sem abban az időben, amiket én
néztem. Albérletet találni szintén nagyon nehéz munkásérőknek. Ha talál is valaki akadálymentes, vagy borzasztó drága, megfizetni a trokantellátásból, illetve ebből a pénzből nem lehet. Éppen ezért már a létrehoztuk társaimmal a munkásérők célok tévész megoldásába alapítványt, és ennek egyik célja, hogy laktakásokat szerezünk munkásérők embereknek, de sajnos még nem volt olyan pályázat kiírása, hogy tudtunk volna pályázni, hogy rászoruló embereknek tudtunk volna segíteni ebben. Akinek az önálló laktakás sikerül, ők a körülmények kényszerítő ereje ad rájuk, ezért magasabb szintű önrendelkezés, magasabb érdekérvényesítés ér el a saját döntése választási lehetősége irányban. Hát ezt szerettem volna én, de sajnos nem volt szervítés. Köszönöm, hogy meghallgattad. Hogyan kell értelmeznünk az ENSZ egyezményt, amikor azt mondja, hogy többen vannak, azt mondják, hogy nekem jogom van ahhoz, hogy bizonyos körülmények között lakjak, nem akarok intézményben lakni. Mit mond erről az ENSZ egyezmény? Tényleg a mindenkori kormányzatnak kötelezettsége, hogy bizonyos meghatározott lakhatási formákat biztosítson a fogyatékossággal élő személyek számára. Van-e ilyen kötelezettség az ENSZ egyezményben, vagy nincs? Több mindent mond erről a nagyon fontos cikkéről az egyezménynek, többek között azt is, hogy amit biztosítani kell, az, hogy másokkal azonos alapon megválasztassák a fogyatékos személyek, hogy hol is kívánnak, kivel kívánnak együtt lakni. Tehát megválasztassák. Ebből következik a második nagyon fontos állítás, hogy nem kötelezhetőek bizonyos megszabott körülmények között élni. Ez egy második nagyon fontos dolog. Tehát nem vagyok kötelezhető arra, hogy beköltözzek egy 100 fős intézménybe, és ott lakjak. Ugyanakkor biztosítani kell azokat a választási lehetőségeket, amiket a társadalom egyéb tagjai, más tagjai is élveznek. Mi következik ebből? Az következik az ENSZ bizottság szerint, hogy ugyanazon lakhatási lehetőségek közül kell, hogy választassanak a fogyatékossággal élő személyek, valamint ugyanúgy visszautasíthassák azokat a lakhatási lehetőségeket, opciókat, mint bárki más a társadalomban. Tehát én ugyanolyan lakhatási lehetőségeket kell kapjak, mint bárki más, és ugyanúgy vissza is utasíthassak. Tehát, hogyha nekem, mint nem fogyatékossággal élő személy számára nem lakhatási lehetőség az, hogy beköltözök egy 100 fős intézménybe, akkor ez ne legyen választási lehetőség egy fogyatékossággal élő személy számára sem. Mert hogy nekem ez nem lakhatási opció. Ha számomra lakhatási opció, hogy albérletbe költözzek, akkor ez legyen lakhatási lehetőség a fogyatékossággal élő személyek számára is, ami plusz kötelezettség az az, hogy nyilván ez legyen akadálymentes. Ez az, amit a Szijjártényi Bizottság, az a fogyatékossággal élő személyek körülszól ez bizottságban. És ez az állam kötelezettsége, hogy ezeket a lakhatási lehetőségeket biztosítsa, illetve ne biztosítson olyan lehetőséget, amelyet mások számára sem biztosít. Hogyha ezt megteszi a mindenkori kormányzat, akkor felel meg az ENSZ egyezmény előírásának. És hogy milyen ilyen lakhatási lehetőségek vannak még, erről pedig Juditot kérem, hogy beszéljen egy picit. Én vagyok az a csoportban, aki a családi részekből, a lélekkörnyezetből kiköltöztem egy 100 fős, onnan több fős szociális intézményben azért, hogy tanulhassak és onnan megtalálhassak, illetve azt megpróbáljam magamat ebben a helyzetben, hogy úgy eljutok magammal és a teljesen, amiről átállóztam és amit elképzeltem. Itt elkezdtem tanulni, egyetemre járt, elvégeztem, munkáját találtam, és kb. 8 év után költöztem ezt a lakóotthonba. Lakóotthonban másfél évig értem onnan albérletre, piaci alapon, a ketten fizettük, dolgoztam, és így sikerült finanszírozni, és aztán sikerült a saját lakásba költözni, úgyhogy most már a saját lakás örömét élveztem. Úgyhogy nekem van szerencsé, azt a hasonlítási alapon
hogy ilyen nagy intézményben gondozott kérdéltetni. Aztán egy viszonylag kisebb környezetben, de még mindig érezni azt, hogy egy intézményben vagyok rakó, akinek bizonyos dolgokban szabályokat kellene fejezni fel, illetve beleláttak az életében, és milyen az, amikor az saját határozásból egy nagyot lép, és azt mondja, hogy én most határozatot fogok töltözni, és ennek vállalom minden felelősségét, minden költségét, és minden örömét is átvenjen, és milyen az, amikor az ember lakásikret vesz fel, és ennek a saját lakásom lesz. Ennek meg van pozitív és negatív hatása. A tanulmányban van egy mondat, van egy idézet, és tőlem származik, hogy valóban így volt, hogy amikor az a saját lakásomban az első villanyszámát illetve a postaládából, akkor én nagyon örülök, hogy ez az én nevemre szól, az én címem van rajta, és ezt én fogok befizetni a postán. Úgyhogy nekem ez jelent, hogy akkor nem kell felállnia a székre és megalázó helyzetbe kerülnie
annak, aki az állásinterjút vezeti le. Tehát amit ezzel a videóval üzenni szeretnénk, az egyrészt, hogy a foglalkoztatás nagyon fontos, a másik pedig, hogy az úgynevezett észszögű alkalmazkodások mindenhol nagyon fontosak. A következő témánk pedig a szociális ellátások, és az önrendelkezéshez való jönnek egy nagyon fontos terület, az aláírással kapcsolatos terület. Jogi jelenzést, alkotmányosság, emberi méltóság, önrendelkezés.
És így hallottam mindazt, amit zajlik, olvastam most már több egyszer a kiadványt, beszélgettem emberekkel, néztem az írásomat, nem fogom elmondani azt, amit leírtam. Bárkinek nem szívesen rendelkezésére csapom. Viszont hadd mondjam el azt, hogy az, ami mai történik, olyan szempontból egyedülálló, hogy született itt egy olyan munka, ami picit hasonlít arra, amit tulajdonképpen mi itt csinálunk most már csak 20 éve. Nyomozunk, felvázolunk, problématérképet készítünk, meglátjuk, hogy milyen kételjeink vannak, jogi és szakmai szempontból, megnézzük, hogy mi a jogi környezet, megnézzük, hogy mindig érdemes és kell változtatni, és javaslatokat teszünk. Ez a kérdés nem tesz más, mint ez. Azzal a többlettel, amiben mi jogászok persze nem rendelkezünk, hogy olyan emberek és olyan személyek véleményét, tapasztalatait, mondatait fűzte le egybe, amivel igazából olyan hátteret és egy olyan világos, tiszta, nyíltisztább térképet vázolt, amivel a jogi nyelv nem rendelkezik. Meg kell mondjam, hogy ez a munka, amit itt hosszú-hosszú évek óta folytatunk, és az emberi méltósághoz való jog megfogalmazásával próbálunk teljesíteni és kiteljesíteni, az önrendelkezésről szóló fejezettel még különösebbé tenni, a fogyatékosság ügyben különös értelmet és rangot képvisel, bír, ére. 2009-ben indult egy olyan projektünk, amit úgy hívtuk így a kollégák egymás között, hogy a méltóság projektek. És ebben nem csak fogyatékossággal élő emberekkel foglalkoztunk, hanem a hajléktalansággal küzdőkkel, azokkal az emberekkel, akik az időskorukban váltak valamilyen szempontból hátrányosabbá, akár a gyerekekkel, vagy a betegekkel, de mindenképpen nem tehetjük félre azt a szemléletmódot, és nem tehetjük félre azt a rendkívül fontos morális alapvetést, hogy az emberi méltósághoz való mindenkit megélhet, és mindenkit egyformán megélhet. Én azt hiszem, hogy most ennek a bővebb dogmatikai alkotmányozó kifejtésében nem mennék bele, de amióta Köpenhéber sokakkal évtizedek óta éve óta találkozunk, vagy olvassák a munkáinkat, azt hiszem, hogy ez egy elég világos alapvetés lehet. Különösen, hogyha azt a számomra kedvenc mondatomat és példamondatomat idézem, amit nagyon sok helyen elmondtam már, ami abban a bizonyos 91-es alkotmánybírósági határozatban Sólyom László párhuzamos véleményében szerepel, hogy az életek egyenlőségét a méltóság garantálja. És ha csak ebből a pici félmondatban indulunk ki, és arra gondolunk, amiket most itt hallottunk és elmondtak ezek az emberek, tapasztalatokat, elképzeléseket, vágyakat, hiteket, megélt utakat, akkor aztán utána egy több kérdést tudok tenni. Itt ültünk, és találtuk ki azt a keretet, amivel meg lehetett szólítani nem csak a mozgáskorlátozott embereket, hanem valamilyen fogyatékossági csoporthoz tartozó embert, és azt beszéltük át, hogy mit lehet változtatni, hogyan kéne változtatni, hogyan lehetne ezeket a tapasztalatokat, noha megért tapasztalatok, de felejthetővé tenni, és egy olyan közösségi teret próbálni létrehozni, ahol valamennyi számára természetessé válhat az élet minden tekintetben. Ez a projekt nyilván hirdettük, igazából csak ebben abba hagytuk, most 2017-et írunk. Más néven, más aspektusból, nagyon sok úgy kapcsán folytatjuk természetesen, egy kicsit más fókusszal és egy kicsit más optikával. De azt kell mondjam, hogy azonat akkor tanultunk, önöktől, tőletek, azt mondom, hogy nem tudjuk használni. Az, ami ebben a kötetben kritikus, az pedig azért jó, mert igazából mi is egy kritikát fogalmazom meg a jelentéseinkben. Ha felfázolunk egy problémát, probléma halmaz, probléma térképet, akkor ennek valamilyen kimenete kell, hogy legyen. Sokszor azt állapítjuk, hogy valami rendben van, néha előfordul, hogy azt állapítjuk, hogy kevésség van rendben. Elhangzott az, hogy a CRPD milyen paradigmaváltást jelentett. Jelentem, nekünk jelentett a legnagyobb paradigmaváltást a tekintetben, hogy végre volt valami, ez nyomani folyamatosan lehetett mindig hivatkozni, és igazán, ha érthetőbbé vált az,
most persze a törvények, az alapányok, annak az alaptörvény lefektetett, hogy ez a bizonyos mindenkit egyfajta megillető emberi méltósághoz való, hogy hogyan fordítható rá a különböző területek tekintetében, úgy, hogy az a bizonyos azonos alap, ami a lehetőséges ember megillető az önrendelkezés, alkotás, a választásjoga, a szabadságjoga, az oktatáshoz való, az egészségügyhöz való hozzáférésjoga, mindaz, ami bármelyikünket valamilyen formában természetesen pozícionálhat, vagy egyáltalán valamilyen helyzetbe hozhat, ami hétköznapi módon megoldható az ő számukra is, és valamilyen számára is, hogy ilyen kínálmasan és magától megoldhatóvá váljon. Ebben a kötetben azokat a hangokat halljuk, amiket igazából ugyanúgy fogalmaztunk meg sokszor, de ez érthető. Az, hogy valaki az utcán tud-e közlekedni, az, hogy akadálymentes egy lakás, hallottuk, hogy milyen küzdelmek árán, de hogyan érinti azokat az embereket, akik valamilyen oknál fogva rászólnak. Én azt hiszem, hogy ha azon gondolkodunk, hogy ismert számunkra mindaz a körülmény, amit látunk, hallunk a jogszabályok tekintetében, a környezetünk, a megélt környezetünk tekintetében, ha javasoljuk azokat a panaszainkat, ha megnézzük és sorba veszük azokat a jelentéseinket, elkezdtem átlapozni őket, magam is megdöbbentem, milyen elképesztő széles spektrumon állapítottuk meg azokat a körülményeket, amelyeket ti önök naponta láttok, éreztek a bőrötökön, a bőrükön, akár a bentlakásos intézmények anomáliáért, akár azokat a problémákat, amelyek a hétköznapi közlekedésben, akár csak parkolás alkalmazásért, vagy egy üzletbe, ha behettél valaki egy segítőkutyával, és a többi, és a többi. Azt gondoltuk, hogy na de hát vannak használt a jogszabályok, hol a hiba? Hol az a hiba, amitől gyakorlatilag ez az egész kérdés el is elhetetlenné válik? És meg kell mondjam, hogy nem csak elsősorban a jogszabályok hiányában, nem csak elsősorban az a közeg, ami körbevesz minket, hanem mi egyes ember, mert ugye közösségről beszélni, csak akkor tudunk egyébként is tudunk magunkról beszélni, és szembe tudunk magunk is nézni ezekre a problémákkal. Hogyan tudunk ebben az egész kérdésben állást foglalni? Természetesen nekünk az, amit olvasunk, látunk, elolvastuk, és holnap után fogunk tudni valami más választ adni a felmerülő kérdésekre. Én azt hiszem, hogy ez a munka, ez olyan problémákat és olyan helyzeteket vázolt fel, ami egy jogállami demokrácia fejlődés egy tüneteként, amely nem változtathatatlan. És az úgynevezett törvények uralmának alkotmányossági tételében érdemes vitatkozni, hanem egyszerűen azon kell gondolkodni, hogy nagyon csak norma deficitekről van szó, és ezeket tudunk beváltoztatni, tudunk. De arról érdemes látékszerűen finoman alkalmatom, tudunk és rajtunk is múlni. Nem csak rajtunk, hanem hivatalunk, hanem mindannyiunkban. És igazából azt kell, hogy mondjam, amit sokszor leírunk és elmondunk, hogy egy ugyan alkotmányos keretbe ágyazott, de mégiscsak hasonló módon felépített probléma térképre, hogy amint ez a kiadvány is írja, és előtt nem azt mondja bevezetőjében, a kiadványban írt bevezetőben írja is, ez egy valódi tükör, és ezt nem szabad elfelejteni. Egy olyan figyelemfelhívás, egy olyan viszonyítási font és javaslat együttes, amely nagyon világosan struktúrál, és nagyon világos tényeket, állapotot és következményeket is rögzít. Ez egy diagnózis. Nem szabad elfelejteni, hogy ez nem arról szól, ami most éppen van, és azt nem felejtsük el, hanem egy olyan diagnózis, ami terápia után kiállt, és meg is fogalmazódnak az oltatási képességek javaslató formájában, amelyekkel igazából nem volna annyira képtelenség megoldani ezeket a helyzeteket. És aztán azon gondolkodtam, hogy még miként összekezhetném a sok-sok jogi félmondat után az egész gyűjteményt. És egész egyszerűen nagyon világos tiszta képre az volt ki. Ez egy füveskönyv. Itt a probléma, ott a megoldás, ott a javaslat hozzá, és itt a tere, hogy akkor kezdjük el. Én őszinte szívvel gratulálok az a munkához, és biztos vagyok abban, hogy ez csak egy első lépés volt. A közös munkával nem, ott a sokkal is semmiben lesz még. De hogy a szünetvétel is sok-sok hasonló kérdés fog születni, és ez mindenkinek, nekünk is, önöknek és nektek is, csak a segítségével. Szóval, hát,
nekem volt megtiszteltetés, hogy olvashattam, és köszönöm a felkérést is. Nincs köszönjük, és meg szeretnénk kérni Szekeres Pál, hogy a fogyatékos emberek társadalmi integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszter biztos, hogy ő is mondja el, amit ezzel a kérdéssel kapcsolatosan gondol. Először is szeretném megköszönni Jelenik asszonynak, közszerzett asszonynak is a kiadványban résztvevő sorstársaimnak is. Lélekbeli sorstársaimnak, hogy ez a műben született. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és én külön szeretném kiemelni azt, hogy valójában az ilyen típusú kiadványoknak a legmasszívabb pillérjei azok, amikor a személyesen megjött élmények vannak benne. És én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy azok, akik esetleg területen dolgoznak, de kevés alkalommal találkoznak az érintettekkel, az ilyen személyes példákon, az ilyen személyes tapasztalásokon keresztül kapnak esetleg újabb impulzus vagy olyan impulzust, amely hosszú távon kitart. Én is egy kicsit időutaznék, ugye jól beszél 53 éves, remélem megírem, rajtozok is mindig, és 91 óta vagyok kerekesszékben, és arra emlékszem, hogy eszméletlen türelmetlen voltam, és aztán úgy gondoltam, hogy van két olyan dolog, és ami ugye az egyik a rendszerváltás, a másik meg maga a jogszabály, majd ettől minden egy pillanatra megoldódik. És hát azt látom, hogy az életünk az sokkal bonyolultabb lett, mert amikor nem voltak a rendes épületek, akkor nem volt kérdés, hogy melyikbe jutunk, vagy melyikbe nem. Vagy amikor nem volt akadálymentes autóbusz, akkor tudtuk, hogy nem tudunk felszállni, és ezt adottságként kezdettünk. Most nem ez a helyzet, most rengeteg akadálymentes épület van, rengeteg akadálymentes busz van, de mivel mindig vannak a épületek, amik nem akadálymentesek, mindig vannak olyan buszok, amelyek nem akadálymentesek, ezért bejön az a nagyon bosszantó történet, hogy az ember élni a mindennapi rutinját, és akkor szembesül vagy azzal, hogy még nem ért el odáig az, aminek el kellett volna írni, vagy csak egy apró emberi utasággal szembesül, és igazából ilyenkor nem is a másik utasággal szembesülünk, hanem azzal szembesülünk, hogy milyen az, amikor nem olyan környezet van, vagy nem olyan helyzet van, amiben mi tudunk létezni. Ez engem is rendkívüli módon szokott hosszantani, teljesen függetlenül attól, hogy hol dolgozom, mert attól függetlenül, hogy én több alkalommal is dolgoztam a kormányzatban, azért ha reggel 8-kor, mondjuk délután 5-ig dolgozom, vagy még hétvégén is, de a fennmaradó időben is mozgássérült vagyok, nem csak a munkaidőm alatt. És még egy picit nagy időutazzak, amikor megalkottuk a sportkoncepciónkat 98 és 2002 között, ami még gondolom, hogy egy hatalmas mérföldkő volt a magyar sport életében, különös tekintettel a fogyatékos emberek sportjára, akkor mi ott a legfőbb célnak a társadalmi szemléletváltást határoztuk meg, ami óriási vita volt. Hogy miért ez a legfőbb cél? És ugye én úgy gondolom, hogy itt is most arról beszéltünk, hogy ugye van egy EU-konform jogszabályi keretünk. Van egy olyan közös stratégia, amit a civil szervezetek és a kormányzat közösen alkotott. Ezekben nincsenek viták, de hogy rengeteg finom hangolásra, szankcionálásra, fejlesztésre, érzékenyítésre van szükség, az egészen bizonyos. Én nem tudom, hogy milyen lehetett abban az időben, amikor még annyi akadálymentes épület sem volt, mint az én balesetem idején, tehát akik régen volt a fiatalok esetleg, vagy régen voltak ülnek a kerekesszékben, hogy tudnám erről mesélni. Én sokszor azt érzem, hogy talán a társadalmi szolidaritás lehet, hogy ebben az időben magasabb volt, hogy most ez nem tudom, minek köszönhető a videójátékoknak, vagy a túl sok tévéműsornak, vagy a valóság sokat, én nem szeretnék bűnbakot keresni, de ez egészen biztos, hogy ez a probléma, amiről itt beszélünk, nem csak egy problémák, hanem ez mindenkinek a problémája. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt így áttolni úgy, hogy most csak a fogyatékos ügye, és ez nem másé, az egy nagyon-nagyon-nagyon rossz megközelítés lenne, ezért én úgy gondolom, hogy szélesítsük ki ezt a kört, hiszen amiről beszélnek, beszéltetek, mint probléma, hiszen mindannyiunknak
tegeződő. Én úgy gondolom, hogy ez nem csak a mozgássérülteknek a problémája, ez problémája lehet az idős embereknek, problémája lehet a babakocsitolóknak, problémája lehet azoknak, akik egész egyszerűen csak egy kicsit más élnek, mint ami a hagyományos és az uniformizált. Úgyhogy én azzal, hogy most én megszólalok, vagy reagálok az itt elhangzottakra, ezzel én nem szeretném a kormányzat oldalára abszolút kipipálni a feladatot. Tehát én azért jöttem el, hogy jelezzük felétek, hogy ez az ügy számunkra fontos, és hogy az elnök asszony által a bevezetébe felvetett partnerséget mi nagyon-nagyon komolyan veszük, és azzal, hogy az Országos Fogyatékosi Tanácsban, illetve a Tárcaközi Bizottságban is foglalkozunk ezekkel a problémákkal, mi is megvívjuk a közigazgatáson belül magunk harcait. Én nyilvánvalóan erről nem fogok beszélni, mert ez egy másik meccs, és nem azért jöttem, hogy akár dicsekedjek, akár panaszkodjak, mert mind a kettőre lenne lehetőségem, voltak olyanok, amik sikerként értem, meg voltam olyan, vannak olyan dolgok, amiket kudarcként. Az minden esetre tény, hogy ezek az impulzusok nagyon erősek, és ezek az általatok felvetett problémák, ezek valósak, ezekkel foglalkozni kell. És több alkalommal is foglalkoztunk, már is beszélgettünk, de talán ilyen magasra pozícionált helyszínen, és mondjuk ilyen médiaérdeket is mellett, még mindig arra emlékszem, hogy ilyen kis civil szervezetek, alacsony tetős kis épületkében, félhomályban, magunk között beszélgettük, és nagyon vártuk, hogy eljönnek a kormányzat képviselői, vagy az önkormányzat képviselői, hogy el tudjuk mondani a problémáinkat, és hát ez nem mindig fordult elő. És sajnos ezeknek a rendezvényeknek még van is egy kicsit a sajátossága, hogy akiknek igazán szólni akarunk, azok nincsenek itt. Tehát nagyon jó lenne, ha most ki tud lenni az utcán, és mindenki megfogna egy embert, és behozna egy, hogy hallgassa meg. Én elhoztam egy kiadványt, nem tudom, ki emlékszik erre. Ez egy Neos kiadvány, ez 2001-ben készült. Akkor rengeteg-rengeteg probléma és rengeteg-rengeteg felvetés jelent meg ebbe, és azt szeretném elmondani, hogy ezeket a problémákat, amik ebben fel lettek vetve, nagyon nagy részben megoldottuk, és lettek helyetlen újabbak. Ugye akkor még nem volt internet, például, ami ugye nagyon-nagyon kinyitotta számunkra a világot, és hogyha ha megfelelően értelmeznék sokkal nagyobb szabályokat, akkor a látássérültek számára is megfelelően kinyitotta volna a világot. Közben most azt látjuk, hogy ezzel a nagyítással ők hátrányba kerültek. De szintén, ha most itt a kommunikációról, meg ezekről az újszerű dolgokról beszélünk, milyen nagyon-nagyon jó dolog, hogy nagyon-nagyon sok embernek, hogy szinte mindenkinek van már mobiltelefon, és ez ekkora hátrány a hallássérülteknek. Tehát, hogy nagyon jó lenne, hogyha ezek a csili-vili csodafejlesztések, ezek egy ilyen egyetemes tervezés mellett születnének, és én nagyon bízom benne, hogy azok a dolgok, amikről most nagyon sokat beszélnek, ugye vannak ezek az autónom, önjáró autók, hogy ezek a fejlesztések, ezek nem csak abban gondolkodnának, hogy a belgás urat is nagyon csinos, magasan van, kipegő hölgyeket tudjanak szállni ezek az autókba, és tudják úgy használni, nem vezetik, hanem hogy a mi szempontjaink is, meg az idős emberek szempontja is figyelembe lesznek véve, mert onnantól kezdve már akkor egy vakember is tud majd autót vezetni, vagy olyan hívéktak, sérültak, és ennek megjutott hozzá. Tehát, hogy nagyon jó lenne a világ ebbe az irányba menne, és én azt látom, hogy egyre erősebb és egyre világosabb a hangja a fogyatékosokat összefogó civil szervezeteknek, és hogy nagyon-nagyon sok dolog történik, és az a probléma vele, hogy talán nem elég gyors. Hát egy csomó minden dolgot gondoltam, legelőször is azt, hogy meg fog gyógyulni, és hogy ez csak egy rossz állami kerekesszék belül, aztán amikor rájöttem, hogy ez nem így történik néhány éven belül, akkor bekerültem abba a csoportban, de ti is benne vagytok, hogy ez van, ezt el kell fogadni, és én el tudom fogadni, akkor el is tudom fogadtatni, és így kell élni és boldogulni. És ugye annak kell, hogy problémákról beszélünk, élünk és boldogulunk, és én nem látok közöttünk semmilyen pert, aki azt mondaná, hogy egyébként
ez az élet, ez így fagadkát sem ér. Tehát mi ilyen értelemben élő felkiáltó jelei vagyunk annak, hogy lehet létezni. Viszont kell, hogy impulzust adjunk, és tudunk is impulzust adni, hogy ha még jobb, vagy még körültekintőbb lehetőséget kapunk. Tehát összeér mondjuk a szolgáltatási háló. Tehát, hogy a Jani mondta, hogy igen, van egy akadálymentes lakás, ahonnan egy akadálymentes tömegközlekedésre lehet jutni egy akadálymentes iskolába, ahonnan pedig út vezet egy akadálymentes munkahelyre, akkor a helyén van annak az érintettnek is az önbecsülése. Tehát az én önbecsülésemet is javarészt az adja, nyilván, hogy most a Nívon mondanak nem szeretném elemezni, de az adja, hogy dolgozom, eljárom dolgozni, el tudom tartani a családomat, és igyekszem a munkahelyemben jól teljesíteni, soha nem vagyok a kerekes szépködést üzenet az étemberekre, hanem próbálok helyt állni, és nem panaszkodom, viszont nagyon-nagyon-nagyon rossz, hogy nem eszem azt, hogyha az én kerekes székem nincs figyelembe véve, és mondjuk a bejutás, a parkolás, vagy egy mosdó, az nincs megoldva, mert akkor különben nem tudok végezni. Dolgoztam olyan helyen egyébként, ahol munka előtt elmentem mosdóba, majd munka után megtettem mosdóba. A vesélyt regényeket tudom erről beszélni, hogy miért van ilyen állapotban. Tehát én azt tudom mondani, hogy azt a fajta munkát, amit folytatunk a MEOSZ-szal évek óta, és az elmúlt három évvel tudok beszámolni, hogy ott egyfajta dinamizálás is volt, hogy ezt a fajta anyagot mi nagyon szeretnénk beintegrálni, és nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ez az anyag nem maradna így meg az EMMI, MEOSZ és a hivatal háromszögben, hanem hogy ezt nagyon-nagyon sok ember elolvashatná, mert én úgy gondolom, hogy mi példát is tudunk mutatni társainknak, sok tekintetben, hogy vannak olyan problémák, amik nem is valós problémák. Ugye, személyes példát megjelent, hogy az egyik barátunknak az a problémája, hogy most jött egy alkalmat, egy új modell, és hogy nem tudja lecserélni. És mondtam, hogy te nem vagy normális, neked ez a problémát néz rám, így figyelok is jól érzem magam. És akkor ez nem esett neki túl jól, mert ezt baráti költözben vagy csomagolva. De a lényeg, hogy én úgy gondolom, hogy mi tudunk példát mutatni, de azt kérünk lehetőségeket, és ennek kapcsán azt tudom megígérni, hogy mindazon jogszabályoknak, amelyek már talán kevésbé korszerűek, például el tudom mondani azt, hogy a munka világával kapcsolatos jogszabályban én mondom, hogy jelentős változásokra van szükség, és még számos jogszabályt én megígérem, hogy felvizsgáljuk, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy azt a fajta együttműködést és azt a fajta együttgondolkodást, amely több példa volt például itt az autóbusz kapcsán, és ezt emeljük még magasabb szintre, és dolgozunk közösen együtt, mert úgy gondolom, hogy nincsen külön cél, egy közös cél, az a társadalmi integráció, és köszönöm a lehetőséget. Bármelyik csoportokhoz, hozzászólóhoz, én gondolom, nem beszéltük meg előre, de gondolom a hozzászólóhoz is lehet kérdést intézni. Érdekelne egy kicsit, hogy beszélnétek arról, hogy a MEOSZ milyen stratégiát dolgozott ki, vagy gondol el, hogy ezeket az ajánlásokat hogyan fogja utóbb követni, amikor ezt tudjuk kikényszeríteni. Most nem csak a kormányra gondolok, de az is nagyon fontos, mert a hétköznapi emberek cselekedetéről változásra tanulja. Nem tudom, lehet egyéni szinten is beszélni róla mindenki, amit gondol, de hogyha van valami cselekvési terv, azt szívesen hallgatnám, és hogy hogyan tovább, mi történik ezzel a fizettel? Elég tudatosan próbál az elmúlt időszakban sok szempontból építkezni. Először is a szakmai stábunkat remélhetően kezdtük úgy összeállítani, ahogy elkezdtük összeállítani. Nem véletlenül hívtuk be a MEOSZ tagságát, hogy az ő hangjukat a MEOSZ-on keresztül fel tudjuk erősíteni. A másik
másik ügyemben hoz az elmúlt időszakban és a következő időszakban számtalan olyan új érdekvételmi módszert próbál ki az érdekeltető munkájában, amelyeknek még eddig a MEOSZ életében nem nagyon voltak gyakorlatai. Itt a kollégáim nagyon sok mindenről beszéltek, miközben ők beszéltek, akkor én már pipáltam ki, hogy jó, ez például a támogató szolgálatokkal kapcsolatos szakmai anyagai már másfél éve benn vannak a minisztériumban. Beszéltünk a betegszállításról, már megvoltak az egyeztetések, tehát minden szétszedünk darabjaira, és azon a nyomvonalon elindulunk. A másik a MEOSZ-nak lett egy rossz szokása, amit jelen pillanatban azt látok, hogy nem nagyon tudnak kezelni. Nagyon következetes. Tehát amikor nem kapunk megfelelő választ, akkor mi nem szoktuk választ nélkül hagyni, hanem újra neki megyünk és újabb egyeztetéseket folytatunk. Most az oktatás területén folynak ilyen történéseink. Nagyon következetesek vagyunk a közösségi közlekedésben. Azt is szanaszétszettük darabjaira. Beszélhetünk akár a mával való kapcsolatunkról, akár a MOPED téma, ami most is a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és a Közlekedési Tudományi Intézettel dolgozunk a megoldásokon. Tehát számtalan munka megkezdődött, bár ezek miközben mi erről beszéltünk, tudom, hogy zajlik, de most rájöttem, hogy nem eléggé nyilvánosan. Viszont azt szoktuk, a MEOSZ-nak az egyik módszertanává vált, és úgy néz ki, nem volt rossz elképzelés, de szoktuk ültetni az utóbbi időben azokat a szereplőket, akiknek feladatuk lenne azt a területet megoldani, ilyen például a betegszállítás, ahol mondjuk sajnos pont az egészségügyi tárca felejtett elérni, mert azt mondta, hogy nem érintett a témában, miközben ott voltak a betegszállítók, ott volt az Európai Uniós forrásokért felelős tárca, ott volt a fogyatékosügyi főosztály, ott volt miniszteri biztos úr, és ott elhangoztak konkrét. Ott voltak az érintettek, mert ugye MEOSZ ilyenkor behívja az érintetteket, és a saját tapasztalataikat kell, hogy elmondja. És például ennél az egyeztetésnél úgy álltunk fel, hogy az Európai Uniós forrásokért felelős tárca azt mondta, hogy ő ennek tudja ennek a kérdésnek a megoldására a forrást biztosítani. Most a labda ott van a tárcánál. Tehát, hogy nagyon sok párhuzamos munka folyik már a MEOSZ-ba, vagy például kollégám Kis Csaba említette az elektronikus aláírást, hétfőn 10 órakor egyeztetést tartunk ebben a témában, a MEOSZ elkészítette az anyagát, de tudjuk, hogy hasonló problémája van az MVGOS-nek, pont itt van Nagy Sándor elnök úr, megkapták ezt az anyagot, behívtuk, hogy rakjuk össze a közös anyagot, és együtt lobbizunk ezekért a kérdésekért. Tehát egy nagyon tudatos és következetes szakmai munka fog megkezdődni minden egyes terület problémájának a megoldására, és már több területen már folyamatosan tartanak ezek a munkák. Egyébként érdemes a MEOSZ honlapját olvasni, mert ott valányan igyekszünk kirakni minden, ami a munkánkkal kapcsolatos. Mondom, egy nagyon tudatos szakmai munka próbál felállni a MEOSZ-ba, hogy ezek a problémák megoldást találjanak, és hogy igazából a hatályos jogszabályok megvannak, nagyon sokszor a forrás is megvan, csak a szereplők egymással nem kommunikálnak, és mi ezeket próbáljuk megoldani. Közlekedésben is ugyanezt a módszert alkalmazunk. Reméljük, hogy valamiféle eredménye ennek előbb vagy utóbb lesz. De egyébként az önkormányzati bérlakás kérdésben is már folynak az egyeztetések, mert van egy jó gyakorlatos pontrány ezek az egyik MEOSZ-tag szervezetének az egyik elnökére, mert ők Győrben van ennek egy gyakorlata, és ezt szeretnénk most országos gyakorlattá emelni. Tehát számtalan munka folyik a MEOSZ-ban, amit lehet, hogy jobban kéne kommunikálnunk. Egyébként a MEOSZ nagyon sok szakmai anyagának a kidolgozását követően meg szoktuk küldeni a velünk kapcsolatban lévő társadalmi szervezeteknek, beültetjük az ő anyagukat, az ő javaslataikat is, és amikor már az összes szervezetnél konszenzus van, együtt írjuk alá és küldjük tovább a szakmai anyagainkat. Erre már több példa is volt egyébként 2017-ben és 2016-ban. Köszönöm.
nagyon sok kérdésben, amit most hallottunk, és csak szerényen is halkan mondom, hogy az első, vagy nem is az első, de a NEOSZ jelzése utáni második, vagy kicsit több pici jelzést azért egy-egy jelentésben írtuk mi is. És az az igazság, hogy a lakások adálymentesítés, a betegszállító kérdés, a moped az még folyamatban van, vagy a MÁV-val történő, hogy is legalábbis a diskurzus. De oda vezet, hogy nagyon gyönyörű válaszokat szoktunk mi is kapni a egyes nagyvállalatok, vagy a éppen az érintettektől, és az önöktől is nagyon szép válaszokat szoktunk kapni. És aztán azt gondoljuk, hogy valami történik. És akkor ugye elkezd nem nagyon történni valamivel, csak nagyon-nagyon lassan. Viszont azt gondolom, hogy ha ilyen erőteljes, érvényesítő áll egy kérdés mögött, akkor akkor nincs nagy baj, mert akkor előbb-utóbb valahogy el kell érni azt a különös célt, és azt kell gondoljam, hogy előbb-utóbb a betegszállító kocsiba be fog kerülni minden kerekesszék, nem csak a könnyű, mert nem csak a, akármilyen, hanem a nehezebb is, a nagyobb is, az elektromos is, valamint a buszokra is fel fog tudni szállni a rajtuk a elektromos kerekesszék, és akkor még az összes többi kérdésről is beszéltünk. Valahogy azt hiszem, hogy, ha így együtt gondolkodunk, akkor van holott értem. Tehát mi ugye Zalaegerszegről jöttünk, tehát nem pestiek vagyunk. Tehát szerintem az is egy érdekes probléma, úgymond érdekes, mert nem hiszem, hogy ő érdekel.
Tehát, hogy lehet, hogy célszerű lenne ezekkel az emberekkel is úgymond foglalkozni ennek, tehát hogy tényleg eléggé, tehát nem elég neki az alap problémája, a betegsége, és emellett nagyon nehéz így élni. Tehát azért most, ha bármelyikünk, ha belegondol abba, hogy össze van zárva, reggeltől estig, nem lakhat külön szobában, tehát mindig is értem, hogy folyadékos szobatárs volt. Tehát, hogy gyakorlatilag ezzel nem kérdésem, hogy ezzel a témával mit lehetne kezdeni, hogy lehetne ezzel majd segíteni, vagy ezzel dolgozni valamit. Én azt gondolom nagyon röviden erről a kérdésről, hogy kétfelé mondanám. Az egyik maga az, hogy te épértelműként olyan intézményben élsz, hogy értél, ahol mások értelmi fogyatékosként élnek. A másik kérdés pedig önmagát az intézményi létet érinti, függetlenül attól, hogy milyen fogyatékossággal élő emberek élnek az intézményben. Nem olyan régen a Strasbourg-i bíróság, tehát az Emberi Jogok Európai Bírósága döntést hozott a DH kontra Csehország ügyben, ahol az volt a tárgya ennek az ügynek, hogy roma származású embereket a kulturális lemaradottságuk okán értelmi fogyatékosként diagnosztizáltak, és ezért szegregált iskolába kényszerültek. A Strasbourg-i bíróság megállapította a diszkriminációt ebben az ügyben, ugyanakkor mégis nagyon komoly kérdéseket vetett föl, hiszen megoldottuk-e azzal a problémát, hogy a roma származású gyerekeket nem diagnosztizálják félre, és nem küldik szegregált iskolába. Egyes eseteket megoldottunk, de magát a problémát nem oldottuk meg, hogy ilyen szegregált iskolák léteznek. A te esetekben is azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly baj, hogyha valaki mozgáskorlátozottként, úgyhogy nem értelmi fogyatékos, nincs értelmi fogyatékossága, ilyen intézményben él. De ennél sokkal súlyosabb probléma az, hogy ilyen intézmények vannak. Ha nem lennének, akkor valószínűleg és más értelmi fogyatékossággal élők sem élnének ilyen intézményben. Ha megengeded, akkor most én ennyit válaszolnék erre, de mondom, hogy bezárjuk ezt az eseményt, míg a Bea is szeretne röviden válaszolni, és utána szerintem folytathatjuk ezt a beszélgetést még kötetlenek keretek között. Akkor Bea? Most már több évben találkoztunk a te esetedben hasonló esetekkel, hasonló bentlakókkal, nem egy esetben egész véletlenül derült ki, hogy értelmű lakója van az egyébként értelmű gyógyítósokat ellátó intézménynek. Nyilvánvalóan ez kiderült az intézmény vezetői számára is, és egyébként az egész kérdés pontosan akkor válik tarthatatlaná, és szerintem katasztrofális, hogy Sándor befejezte a mondatot, hogyha nem lennének egy nagy létszámok, akkor az egész kérdésükről sem erőlnek, mert nem kerülnének ilyen helyzet az értelmű súlyosan testetlenül korlátozott emberek. Nem tudnak most pillanatnyilag azok az intézményvezetők mit csinálni. Egyetlen megoldás van, a kitagolás során veszik az intézményeket, és nyilvánvalóan csak kötelessége, bocsánat a szóért, mindenkinek tekintettel lenni arra, hogy az ilyen lakók számukra a legalapabb és a legalapabb körülmények közé kerülne. Nem tudom, hogy az alapértékben tanácsosokban hol tartunk most az intézmény kiváltási programban, történt a pályázás, egyáltalán nem kérdés voltak, mint a második körös pályáztatási írás irányban vagyunk, elvileg most jönnek újra meg a pályázás. Most én tudom, hogy igen, ez a kutatolási téma, ez 100 főnél nagyobb létszámú. Most van ebben a körben, igen. És nem tudom, hogy nem tudom, hogy ez... Mert ugye most jelenleg a Gáborna kifagyott is. Tehát egy nagy intézményvel korában, ami gondolom, hogy előbb-utóbb sorra tud kerülni a kérdés szempontjából. Viszont ugye, tehát egy kisebb létszámú intézmény, nem tudom, hogy ott egyáltalán meg fogja indulni. Tehát a... Viszont ez minden megváltozott. 50 főnél van az ötlet, hogy aki eljárásos tartás, hogy vagy az egyházi különböző lépcsőfokokban. Most az állami intézményekkel tartunk, és azonnal egy feltételéhez, amit mondott, a 100 főre indult, és
nyilván mindenkinek a felelősségi számít, hogy egyszerűen széles és egyszerűen fölülően felelősségi, mert mi is kapcsolatban egyszer. De a mostanában is azt látom, és úgy érzékelem, hogy nem ismeretlen ez a helyzet, semmi elő és hatóhatóval, és semmi személyiségei. Segítségemet, hogy ezt megnézzük, hogy miben tudunk segíteni, és nyilvánvalóan a kiváltási stratégia lesz erre a megoldás, de nyilvánvalóan most egy hosszú távú stratégiát nem mondhatjuk egy konkrét, jelen esetben egy megoldásnak, tehát nem az a kérdés, hogy mi lesz 10 vagy 8 év múlva, de azt tudom mondani, hogy amikor ezt befejeztük, oda megyek önökhöz, megbeszéljük, és megnézzük, hogy miben tudunk segíteni. Az, hogy ma Gábor itt van köztünk, az egy kérdésem volt, mert a Gáborról szóló filmre egy közösségi oldalon akadtam, és akkor kértem, hogy vegyük a Gáborral a kapcsolatot, hogy jöjjön el. Mert a MEOSZ minden egyes mozgássérült ember hangját fel akarja erősíteni, és alkalmassá akar válni ezeknek a hangjának a felerősítésére, hogy hallhatóvá váljanak. Mert azt nem véletlenül szállt be a kiváltás érdekvédelmi tevékenységében, miközben az előző etapban nem nagyon vettünk benne részt, mint érdekvédelmi szervezet. Pont azért az épértelmű mozgássérült fiatalokért, felnőttekért, akik ma értelmi fogyatékos emberek és idős emberek intézeteiben élik le az életüket. És a MEOSZ azért is kezdett bele egy ilyen munkában, hogy alkalmassá váljunk a hangotokat felerősíteni, és minden kérdésetekre választ kapjatok. Tudom, hogy a minden kérdésre választ adni ma 2017-ben is naivitás, de a reménynek kell utoljára meghalnia. És nagyon nehéz, mi most zárunk egy rendezvényt, de tulajdonképpen a MEOSZ munkája most kezdődik. És ez mindaddig nem fog befejeződni, amíg az itt felvázolt összes problémára kézzelfogható megoldásokat nem fogunk találni, közösen a magyar állammal, a szakmával és az érdekvédelmi szervezetekkel. Mert mindannyiunk felelőssége közös ebben a kérdésben. Ezt a kérdést senki nem tudja egyedül megoldani. Ehhez mindannyian kellünk. És mindannyiunknak nagyon nagy felelőssége van abban, hogy a Gáborék hangja, az általuk feltett kérdések választ nyerjenek, kézzelfogható gyakorlati segítséget jelentsenek az életükben. És amikor azt mondják néha, amikor a MEOSZ megy érdekvédelmi tevékenységet folytatni, és azt mondják, hogy elnök asszony, ön türelmetlen. Ez soha nem az én türelmetlenségem, hanem azért a 160 ezer emberé, aki a MEOSZ háta mögött áll, mert ők mi vagyunk, mi csak a szócsöveik vagyunk. És ezt a felelősséget a MEOSZ érzi, és ezért a jövőben mindent nem akar tenni, hogy mint érdekvédelmi szervezet ezt a felelősséget fölvállalja, és ezt a munkát, amelyre feljogosították, elvégezze. Én nagyon szeretném megköszönni a munkacsoport minden tagjának, Hegyesi Juditnak, Ungvári Györgyinek, Tábi Néhi Csillának, Renner Erzsébetnek, Gurbai Sándornak, Brauni Jánosnak és Kis Csabának, hogy ebben a munkában részt vettek, hogy ezt a nagyon fontos anyagot elkészítették. Egy olyan anyag született, amelynek, legyünk őszintén, mindannyian előre tudtuk, hogy körülbelül mi lesz benne. És szeretném megköszönni mindenkinek, hogy ma itt voltak velünk együtt, és segítik, hogy ez a munka megkezdődjön, és érdemi válaszokat adjon ezekre a felvetésekre. Köszönöm szépen! Köszönjük a két rendmondó lezárást, és én megköszönjük akkor még egyszer önöknek, hogy itt voltak, az utána hivatal, aki befogadta a rendezvényt, a sajtónak.